embereként, ami 200-on világbajnoki csúcs, és közel egy másodperccel jobb, mint amit az egyéni 200 gyors döntőjében úszott. Bizony, mondhatni talán azt, hogy Rapsis azt a számot eltaktikázta, ezzel az idővel ott simán nyerhetett volna. Itt érkeznek közben a svédek, nem valószínű, hogy nagyon bele tudnak szólni bármibe is a verseny alakulásába. A világrekordot az oroszok tartják 6:49.04-jel. És ők a címvédői is ennek a számnak. Rövid pályán, nagy medencében, tavaly Budapesten a britek nyertek az oroszok és az amerikaiak előtt. Jönnek az ausztrálok, Graham McEvoy, Gerard és Fraser Holmes. Ők fognak majd a kettes pályán úszni. A kínaiak érkeznek a hatos pályára. Yi, Sun, Xu és Wang, azért ez sem egy rossz váltó. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy esetleg tudnak-e meglepetést okozni. Az olaszok 6:55.97-es kvalifikációs idővel. Ugye az oroszoknak 6:51-es, vagy 6:51-el kezdődik az ideje, ezt csak az amerikaiak tudták megközelíteni, 6:52-vel kezdődik az ő idejük, de így is van másfél másodperc a két váltó között tulajdonképpen az oroszok javára, és az olaszok aztán már 3-4 másodperccel gyengébb időt úsztak, hát ezért merem azt én állítani, hogy azért itt inkább orosz-amerikai párharc várható, mint hogy nagyon sok váltószámban. Maljutin, Vekovicev, Krasnyik és Girev. De Girev úszik, neki nagyon-nagyon szép technikája van. Petrov Iván majd kért rá, hogy ha úszni fog Iván Grinev, akkor mindenképpen emeljem ki, hogy gyönyörű a technikája az orosz fiúnak. 6:49.04 tehát a világ csúcs. Lobincsev, Izotov, Lagunov, Alexander összeállításban úszták az oroszok. És egy kis kiegészítés, Sun Yang itt született Hangzhouban, tehát ebben a városban, és azért is volt ez a hatalmas ováció, amikor bejöttek a kínaiak, mert hogy helybéli versenyző is ott van a váltóban, ráadásul nem akárki, egy világklasszis. Svédország, Ausztrália, Olaszország, Oroszország, Egyesült Államok, Kína, Brazília és Portugália. És ahogy említettem, azért a brazilokat sem lehet leírni. 200-as döntőben két brazil is ott volt. És ugye a váltónak mindig van egy külön bája, mert nagyon-nagyon szeretnek az úszók váltót úszni. Elkezdődik tehát a mai nap utolsó versenyszáma. Váltóval kezdtünk és váltóval zárunk. Az egy 4x50 volt, ez meg egy 4x200 gyors. A braziloké volt a legjobb reakcióidő. Ők a hetes pályán úsznak. Alulról tehát a második pálya. És az első 50-et követően a világcsúcs részidőn belül Brazília 22:95-tel, egészen pontosan 58 századdal voltak gyorsabbak a világcsúcsnál. Persze hát ebből azért messze menő következtetéseket természetesen még nem vonunk le, de nagyon szépen haladnak, ez kétségtelenül így van. Van két jó emberük, mint utaltam rá. Az a kérdés, hogy a másik két ember majd mennyit tud hozzátenni a csapat teljesítményéhez. 100 méternél gyakorlatilag megduplázták az előnyüket a világcsúcshoz képest. Ez most már egy század hiány, 9 tized másodperc. Egy test hossz az előnyük a braziloknak a többiekkel szemben. És elsőként fognak majd váltani. Az amerikaiakat látom a második helyen. 96 század még mindig 150-nél jön az utolsó két hossz nekik. Tehát elsőként fognak majd váltani valószínűleg a brazilok. És az ötös pályán az amerikaiakat látom a második helyen. Bár hozzáteszem, hogy az amerikaiak kezdenek nagyon felúszni a brazilokra, ez az utolsó 25 méter, ez itt már valóban nagyon fájhat, és könnyen lehet, hogy az amerikaiak át tudják venni majd a vezetést. Igen, az amerikaiak váltanak elsőnek, Brazília a második, Ausztrália a harmadik, még mindig világcsúcson belül. És itt lehet látni, hogy itt még azért van erő bőven,
És az oroszok egyelőre nem nagyon tudnak hozzászagolni ehhez a versenyhez. A négyes pályán úsznak az oroszok, pontosan egy testhoz hátrányban. 9 tizeddel gyorsabbak a világcsúcsnál az amerikaiak. És a kínaiak is egész jól úsznak, hozzáteszem a hatoson. Azért az oroszok is próbálnak kapaszkodni. És a brazilok sem adják fel az álmaikat, hogy odaférjenek a dobogóra. 1,1 másodperc. Egészen fantasztikus részidőket látunk a világcsúcshoz képest. Hát nagyon oda teszi magát mindenki ebbe a váltóba. Ez nem is vitás. 3:24:25 lesz majd a világcsúcs részidő 400 méternél. Brazília visszaveszi a vezetést, az amerikaiaktól az oroszok pedig a harmadik helyen vannak. Tehát 3:24:25, ezt kell majd figyelnünk, és ehhez képest viszonyítunk, hogy hogy állunk világcsúcs ügyben. A brazilok nagyon nagyot mennek. És az oroszok most már megelőzték az amerikaiakat, így van, a második helyen váltanak, sőt, a kínaiak is megelőzték az amerikaiakat. Hát ez egy hihetetlenül jó verseny lesz, már most is az, de a végére még jobb lesz. Ugye ez a négy váltó egyelőre kimagaslik ott a mezőnyből. A brazilok, a kínaiak, az amerikaiak és az oroszok elúsztak a többiektől. 89 századdal gyorsabbak vagyunk még mindig a világcsúcsnál. És ez egy nagyjából egy ilyen konstans állandó, ez a 7-8-9-10 másodperc környéki idő, ami azért eléggé bíztató. Ugye az oroszok reggel már 2 másodpercre megközelítették a világcsúcsot. De most nem ők vezetnek. Az amerikaiak nagyon visszaesnek, a negyedik helyen vannak, és 91 század még mindig zöldben vagyunk, tehát mínuszban. Egészen döbbenetes tempó. Lehet látni, hogy még az oroszok is világcsúcs részidőn belül úsznak egyébként, virtuálisan. 5:06:57. Majd a következő részidő, amit figyelnünk kell 600 méternél, egyelőre még 550-nél fordulnak, 1,35, tehát tovább tudják növelni a brazilok az előnyüket. Egészen hihetetlen. Sőt, most már a kínaiak is virtuálisan a világcsúcson belül úsznak, olyannyira, hogy kezdik megközelíteni az oroszokat. És könnyen lehet, hogy mire 600-hoz érkezünk, addigra a kínaiak már a második helyen úsznak. Azért a braziloknál is jön a savasodás, meg nyilván mindenkinél. Gyakorlatilag az orosz, a kínai és a brazil váltó teljesen együtt van. 600 méternél. Közel 1 másodperccel jobb a részideje a kínaiaknak, mint az aktuális világcsúcs. 5:05-tel fordultunk. És most már az utolsó emberek vannak bent a medencében. A kínaiak vezetnek. Sun Yangért megőrül az uszoda. A többieknek még nem is volt ideje kijönni, ott csimpaszkodnak a kötélben. 1,53 század másodperccel a világcsúcs részidőn belül. 6:49:04 a vége. Ezt még az oroszok úszták. És azért a brazilok megpróbálnak még egyet újítani, az oroszoknak is lehet, hogy lesz majd egy nagy hajrájuk. Hiszen azért még van idő ezen javítani, a 700-as részidő 2 másodperccel jobb, mint a világcsúcs. És még 4 hossza van a versenyzőknek. A brazilok visszavették a vezetést. Az óriási dolog lenne, hogyha a brazilok megnyernék ezt a világbajnokságot. Hiszen legutóbb nem is kerültek döntőbe, és a nagymedencés világbajnokságon sem úsztak tavaly döntőt Budapesten. 2,91 század, 750 méternél az utolsó 2 hossz következik, és az a 3 váltó, a brazil, a kínai és az orosz mind-mind világcsúcs részidőn belül. De egyelőre a brazilok vezetnek, és vajon lesz-e annyi valamelyik másik fiúban, hogy esetleg lehajrázza a brazilokat. Az oroszok nagyon jönnek a végén, nagyon fáradnak a brazilok, de meg lehet az aranyérem. Brazília a világbajnok 6:46:81-el, új világcsúccsal, az oroszok a második helyen,
és Kína a harmadik, az amerikaiak a dobogóra sem érnek föl. Hát ez így szép, világcsúccsal zárni a napot. Hát nagyon nagyot úsztak a brazilok. Óriásit úsztak. Mondom, sem rövid pályán, sem nagy medencében, az előző világbajnokságon nem jutottak döntőbe sem. Most meg 6-46-81. Hát le a kalappal előttük. Itt azért az arcokon ezek brazil úszók voltak, lehet látni, hogy a lelkük mélyén lehet, hogy ők sem számoltak azzal, hogy meg lesz a világbajnoki cím, ráadásul ilyen idővel. Az a felhőtlen boldogság és öröm. Hát az oroszok meg a kínaiak meg egyelőre gondolkodnak, hogy mit ronthattak el. Sun Yang volt itt a kép előterében. Igen, itt az oroszok, az amerikaiak és a kínaiak, hát lógóorral. És hát nyugodtan lehet mondani, hogy ez így egy meglepetés arany a Brazíliának. Persze teljesen megérdemelten. Hát ilyen időt úszni, hát ez nem semmi. És itt nem arról van szó, hogy századokkal megdöntötték a világcsúcsot, két test hozta gyakorlatilag. Hát több mint két másodperccel úsztak jobbat, mint az oroszok aktuális világcsúcsa volt. Óriási. És végig ott voltak az elején, végig húzkálták az oroszlán bajszát. Aztán volt, amikor a kínaiak előrébb voltak, volt, amikor az amerikaiak előrébb voltak, aztán megint a harmadik embertől kezdve a brazilok diktálták a tempót. És nem fáradtak. Hihetetlenül nagy meccs volt ez. Úgyhogy lehet majd örömködni. Gondolom, hogy meg is fogják majd tenni egyébként a dobogón, hogyha ők fölállnak oda négyen majd, hogy a nyakukba akasszák az aranyérmet. Na nézzük akkor azt a végeredményt. Hát még az oroszok is 6-46-84, még a kínaiak is 6-47-53. Még ők is világcsúcs, a régi világcsúcson belüli időt úsztak, de hát ez most itt kevés volt.